Sziasztok! Most egy ilyen különleges Cadbury Silk csokit fogunk megkóstolni, amiben egy Oreo Red Velvet van. Ezt egyébként én Németországban vettem, aránytalanul drága volt, ezt azért hozzá kell, hogy tegyem. De úgy gondoltam, hogy ki kell próbáljuk, mert mindenképp különleges. Ezen most meg fogsz lepődni, hogy van csomagban, ezt most így mutatom, akkor kinyitom teljesen. Oké, okay, ez nagyon vagány. Hogy ez így... Hát ez rohadt jó, mármint hogy ilyennel még nem találkoztunk. Igen, így. Tehát hogy ez ilyen nagyon izgalmas, hogy ez így van. Hát akkor így le is húzzuk. Úristen, ez így nagyon retro. Tehát igen, ilyet még nem... Valami nagyon erős illat jönt ki. Neked is? Igen, szagolt meg olyan joghurt jellege van. És ugye ez a Red Velvet, ha minden igaz, ez egy híres... Én eddig ebből török. Jó. A Red Velvet ez egy híres sütemény, tehát gondolom, hogy az hoztam. Úgy, de jól néz ki belőled is. Igen, és tényleg, amit te megkóstolod, addig én ezt így megmutatom nektek, hogy itt belül is tényleg Red Velvet-es. Én Red Velvet-es Oreót még nem láttam, de ha valaki látott, kommentelje már be. Meg azt is, hogyha esetleg emlékszik, hogy hol láttam, mert azt is megkóstolnánk. Alapjába véve én nem vagyok egy nagy Red Velvet fan. Igaz, mondjuk még nem estem Red Velvetet, lehet, hogy azért. Érdekes. Egyébként nagyon jó ez a kis luxi feeling. Ez átjön nekem, egyáltalán nem oreós. Nagyon kellemesen ilyen én nekem joghurtos, én azt mondanám. Igen. Tehát, hogy olyan, mintha egy ilyen... Az a keselnyésebb joghurt. Tehát igen, nem az, de ez a finom. Az. Igen. Tehát, hogy nem a Milka jellegű joghurt, hanem ami tényleg, amikor mondjuk ilyen joghurt fagyit, amikor esztek például, az a fajta joghurt, aminek ilyen jól mondtad, hogy kicsit keselnyés íze is van. Nem, vagy a savajkás inkább. Amúgy válaszolva a Red Velvet, én ugyanéztem, hogy mintha ilyen lett volna ez ilyen külön kiadás, talán Oreo, Red Velvet, azt hiszem talán Lady Gaga kapcsán, vagy valaki lehet, még... de az is mondom. A Red Velvet-es volt-e. Amúgy tényleg jó. Nagyon és, finom. Érdekes, hogy ettünk egy kockát, én most érzem úgy, hogy kéne még egy. Tehát, hogy azért így töltöget. Igen, ami az érdekes benne, hogy én ezt nagyon sokkaltam, amikor megvettem, mert tényleg nagyon drága volt, tehát, hogy egy ilyen nagy táblásnál is szerintem drágább, de úgy voltam vele, hogy ki kell próbálnunk, mert hogy itthon ilyet nem lehet kapni, és nem is igazán láttam, hogy az angoloknál sem hallottam, hogy lenne, annak ellenére, hogy ugye egyébként ez egy angol, de most épp azt nézem, hogy angolul van egyébként. Igen, lehet, hogy egyébként import volt, nem gondolnám, hogy Cadbury kimondottan csinálnának a németeknél, de megtalál rajta. Nem német volt, tehát ezt egy olyan boltban vettem kint a németeknél, ahol nagyon sokféle különlegességet lehetett venni. Teszem hozzá, vettem mást is, ami olyan, hogy máshol nem láttam, és úgy döntöttem, hogy megveszem. Na mindegy, hát ha kíváncsiak vagytok rá, próbáljátok ki ti is. Ha látjátok, hol lehet kapni, írjátok meg, hogyha Magyarországon lesz valahol. Akár csak a Red Velvet Oreót is külön, de igen, ha ilyet véletlenül láttok valahol, annak is. És ha kíváncsiak vagytok más Cadbury érdekességekre, akkor nézzétek meg a többi videónkat, vagy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a Facebookunkra, illetve az Instagramunkra. Mert hogy egy csomó, hát egy csomó oreós érdekességet és egy csomó Cadbury is érdekességet kóstoltunk, sőt, most itt éppen most több mindent kóstolunk, és még itt a listán vár más Cadbury is dolog is, úgyhogy tényleg érdemes feliratkozni a Cadbury rajongóknak. Sziasztok!